Őszre újabb halálremelkedés várható. Az üzemanyag és takarmányárak növekedése miatt a haltenyésztőktől is drágábban kerül a hal a horgászszövetségekhez, amik nagy többsége már szintén emeltáron értékesíti jegyeit. Szakács Szabolcs, a Tolna megyei Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke elmondta, nehéz időszak elé néznek a jövőt illetően, de nem szeretnének megszorításokat eszközölni az egyesületi tagok felé. A halárak sajnos továbbra sem úgy alakulnak, ahogy ez egy hallgazdálkodási hasznosító, ugye a horgászegyesületek, horgászvizek várnák. Tehát az a tavalyi 1200 forint plusz áfás piaci pontjár, ez továbbra is jelen van. Ami félő az az, hogy az őszi időszakra ezek az árak csak emelkednek, és valószínű, hogy hosszú ideig stagnálni is fognak. Tehát itt a takarmányáraktól, ugye az üzemanyagköltsége a haltermelőnek, itt a vízhiány okozta halpusztulások, nem tudja úgy etetni a halat, tehát ez mind-mind kihatással van az őszi halálra. Százmázsa pontyot tavaly 8 millió 500 ezer forintért tudott megvásárolni a Tohosz, ugyanez a mennyiség az idei évben már 12 millió 600 ezer forintjába kerül a szövetségnek. Ami biztos, mi a megyei horgászszövetség, tehát a Tohosz által hasznosított vizeken évközben nem tervezünk haláremelést, viszont ami a rossz hírem a horgászok számára, hogy sajnos a jövő év elején kénytelenek leszünk mi is árat emelni. A horgászegyesületeknek a területi jegyek mellett egyetlen más bevételük van, ez a tagdíj. Ezért gazdálkodó szervezetként a legtöbbjük már az inflációt követve emelte árait.